egyszer sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket itt a Rákérdés mai adásába. Vendégünk professzor dr. Balázs Csaba, a 2014-es Markusovszky emlékérem kitüntetettje. Ha úgy mutatom be röviden, hogy immunoendokrinológus, ember és szakember, azt lehet mondani, a magyar orvoslásnak a szimbóluma, az egész haza büszke lehet, hogy ilyen hazafiak élnek közöttünk. A adás első részében beszélgettünk az immunrendszerről, beszélgettünk a lélek kihatása ugye a hormonrendszerre, az idegrendszerre és a végén az immunrendszerre. Most az első kérdésem az lenne, ugye ő a pajzsmirigy elváltozásokkal kapcsolatban nem csak hazai nemzetközi viszonylatban döntő tényeket és tudományos eredményeket tett le az asztalra. Hogy látod a pajzsmirigy autoimmun betegségek összefüggését és ezekkel kapcsolatos népbetegségek fokozott fellépését nem csak kérlek szépen hazánkban, hanem én most Amerikában voltam többször, kérlek szépen, és ami említettél adásunk első részében, az megfogott, mert én különböző kémikusoktól, de te tudsz korrigálni engem, hogy a magyar, a Kárpát-medencében a földben nagyon kevés, vagy alig van szelén. És a szelén hiány szintén ugye pajzsmirigy problémákkal függ össze, ugyanúgy, mint például ugye beszéltünk adásunk előtt, hogy Amerikának a népessége több mint 80%-ban jódhiányba szenved. Hogy látod ezeket a problémákat, és ezeket a nem csak hazánkban, hanem világszerte növekvő problémákat? Igen, ezek mind nagyon aktuális kérdések. Előre kell azért bocsájtanom a kedves nézők számára, hogy a pajzsmirigy betegségeknek két fő csoportja van. Nagyon leegyszerűsítve. Az egyikben a nem autoimmunitű betegségek tartoznak, a másikban, ami egyre nagyobb számot tesz ki, az az autoimmun kórképek. Ezt azért fontos elmondani, mert az a véglet, hogy minden pajzsmirigy betegség, autoimmun betegség, ez veszedelmes. Mindig el kell dönteni, hogy mi váltotta ki az adott pajzsmirigy betegséget. Miért mondom mindezt? Mert például a pajzsmirigy daganatok önmagukba véve nem autoimmun megbetegedések. Arról már külön lehet beszélnünk, hogy az autoimmun folyamatoknak, ha hosszú ideig fennállnak, egyik veszélye, hogy átmehetnek daganatos megbetegedésbe. Szerencsére nem mind megy át, azért, mert az autoimmun pajzsmirigy megbetegedések egy jó részét talán időben fel is lehet ismernünk. Mik az pajzsmirigy autoimmun megbetegedései? Az a nagy baj, hogy gyakran még a kedves kollégák sem törekszenek ennek megismerésére. Általában az a gyakorlat, hogy azt mondják, hogy csökkent, vagy fokozott pajzsmirigy működés van. Ez így igaz, csak ez körülbelül olyan, mint azt mondjuk, hogy az illetőnek láza van, vagy nincsen láza. Tehát ez egy funkcionális állapotot jelent, és nem ad nekünk semmiféle felvilágosítást arról, hogy mi váltotta ki a betegséget. Valóban autoimmun folyamatról van ez szó. Mi ennek a lényege? Az, hogy a pajzsmirigy tulajdonképpen, és beszéljünk az egésznek a funkciójáról. A pajzsmirigy által termelt hormonok, ezek közül kettőt ismernek a nézők is, a T4-et és a T3-at, mert ezt a laboratóriumban lehet látni. Ezek közül a tulajdonképpeni főhormon nem a T4, hanem a T3. Annak ellenére, hogy a mindegyiket megnézzük, amit kell erről tudni, az az, hogy a pajzsmirigy hormon az irányítja az összes szervünk működését. A szívtől kezdve a bélműködésig, ennek megfelelően, hogyha a pajzsmirigy csökkent működésű, akkor a betegek miről panaszkodnak? Arról panaszkodnak, hogy elkezdenek hízni. Én alig eszem többet, és mégis hízom. Ez az egyik gyakorlati panasz. A másik az, hogy aluszékonnyá válnak. Fáradékonnyá válnak. Ez a székrekedés alakul ki, hölgyeknél menstruációs zavar, amiről szó beszélhetünk, fertilitási, tehát meddőség jön létre. Ez egy megint hajhullás alakul ki. A köröm képletek teljes mértékben megváltoznak, töredeznek. Az aluszékonyság mellett az ingerültség az, ami megint csak vedeljárulja a csökkent működésnek. A túlműködés pedig pont az ellenkező. bekerül a kardiológiára, nyitvazavarral. És kiderül, hogy a háttérben pajzsmirigy betegség áll. Ugyanez lehet, hogy hasmenés hátterében pajzsmirigy túlműködés van. Ideggyógyászaton kezelik, vagy pszichiátrián, és kiderül, hogy mégiscsak a háttérben a pajzsmirigy betegség van. Vagy azt mondja, hogy én ugyanolyan sokat eszem, mint azelőtt, mégis fogyok, mert túlműködés van. Igen, nem csak ezt a túlműködést lehet ugyan kezelni, csak hogyha nem megfelelően kezelik, akkor később nehezebb a helyzet, még műtéttel is alig-alig lehet segíteni, vagy izotóp kezelésre is. Na most a csökkent működésnek nagyon sok oka van. Elsősorban a pajzsmirigy gyulladásoknak van szerepük, és ezt azért mondom így el, mert már a betegek, de nem csak a betegek, gyakran már a szűrővizsgálatok során is felfigyelnek arra, hogy megnézik a TSH-t. Állandóan a TSH-t. Ezt akartam pont kérdezni. Holott a TSH az nem pajzsmirigy hormon. Az agyalapi. Hanem agyalapi hormon. Így van. Annak van ugyan jelentősége természetesen a pajzsmirigy működésben, de az csak egy jelzője a pajzsmirigy működésnek. Ezért van az, hogy én mindig azt most már nem csak tanítom, hirdetem is, hogy ne a TSH legyen a meghatározó módszer. Annak idején nagyon sok éven át remekül lehetett diagnosztizálni a betegséget, anélkül, hogy ilyen laboratóriumi vizsgálatok történtek volna. Ezért megfelelő tapasztalattal már célzottan lehet a betegeket kezelni. Mindig azt a példát szoktam mondani, hogyha egy házban ott van a kisekér, és meg akarjuk fogadni, akkor két út van. Vagy felrobbantjuk a házat, vagy beküldjük a macskát. Tehát én azt gondolom, hogyha hozzáértő orvoshoz megy az illető, akkor nem azzal fogja kezdeni, hogy mennyi a TSH-m, hanem az, hogy megnézi a tenyerét, hogy száraz vagy nem. Már a rátekintéskor a megduzzadt szemhéj, a száraz bőr, a készfogásnál már kiderül, az első benyomásnál már megdöbbenve látják, hogy én elkezdem én mondani a beteg panaszait, és akkor megkérdezi, hogy honnan tudom. Azért már ránéztem, és tudom, hogy de lehet, hogy megkérjük a kedves kollégákat, ha sikerült, hogy azt hiszem, hoztál erről egy képet amit meg tudnánk nézni. Várjunk egy pillanatra, itt ugye... Igen, itt látszik nagyon jól, ha látják a szemöldök, a kéz, és a köröm képleten ott fönt lehet látni azokat a csíkokat. A szerzői nevét nem kell megtanulni, csak ez jellemző, tehát a beteg jön. Sajnos néha a hölgyeknél ma már nem tudom eldönteni, mert be van kenve. Valamilyen védő anyaggal, és ráteszik a lakkot, amit egyébként nem szeretek. Tehát ez a jellemző arckifejezés, ami azért nem mindenkinél van így. Ha villamoson vagyok, utazom és látom a szemmel lévőket, akkor már vissza kell tartani. Analizálod őket. Hogy nehogy azt mondjam, hogy valójában tulajdonképpen tudja, hogy mi a problémája, mi a betegsége. Vannak még képek, kedves kollégák, hogyha be tudnak kapcsolni még esetleg? Igen, itt látszik a száraz bőr, olyannyira, hogy hámlik, olyannyira, és ezzel kezelik hosszú időn keresztül a bőrgyógyászaton. A hajhullásnál ugyanez van, és a hajhullásnak egyik jellegzetes formája, amikor ugye a pajzsmirigy gyulladás, itt is lehet jól látni, amikor a hajhullás kialakul pont szülések után, kevesen tudják azt, hogy a szülések után 10%-ban alakul ki autoimmun pajzsmirigy gyulladás. És itt van, lehet látni a hajhullást. Szuper, nagyon köszönjük, kedves kollégák. Vannak még képek? Nézzük csak. Na hát itt látszik a szem. Amikor ilyen a baloldali képet tessenek nézni, és ott egyértelműen látszik, hogy mennyire meg van duzzadva, a kezelés után pedig szinte ki lenne cserélve. Így van. Majdnem nem is lehet ráismerni a kedves hölgyre. Na most a szemtünetek, itt az kerül be. Az első, hát hogy milyen szörnyű szemtünetekkel járhat ez a betegség, talán a felső képen látszik, és hát sajnos elég sokan szenvednek ebben a betegségben, és szégyellem elmondani, de még ma is gyakran előfordul, hogy a látásukat elveszítik. Ha időben nem kapnak kezelést, az alatta levő képen már látszott, hogy megfelelő kezelés után mennyire rendbehozható a szemtünet. Egy kérdésem lenne, mert egy nagyon kedves barátom mond, a makuladegeneráció között és pajzsmirigy zavar között láttok valamit, vagy ez csak egy, csak egy nagyon személyes kérdésem, egy barátomnak van makuladegenerációja, mi visszaszorítottuk, de most kapott egy bevérzést. A makuladegenerációról feltételezték de nem bizonyították, hogy közvetlen kapcsolat lenne a kettő között. Valószínűleg további vizsgálatok, megfigyelések tárgyát kell, hogy képezze. Ez azért is fontos, mert különböző laboratóriumi teszteket csinálnak, és akkor összefüggést keresnek a kettő között. Én azt gondolom, hogy ez további megfigyelés tárgyát kellene, hogy képezze. Akkor kérlek viszont folytassad, ugye az autoimmun betegségek. Igen, hát itt a szemtüneteket lehetett látni, ez az egyik nagyon fontos dolog volt. Nem lehetett látni azt a képet, amely a lábra vonatkozik, amikor a hatalmas lábduzzanak alakul ki, és az illetőnek valójában ödémája van, és ez megfelelő kezeléssel megoldható. Úgyhogy a kezelésnek a lényege az az, hogy idejében vegyük észre, és mit jelent az idő? Az, hogy gondoljunk a betegségre, háziorvos és az illető egyén is gondoljon. Az egyén szerepe, önmaga egészsége, megőrzésében nagyon fontos. Mi az első kérdés? Öröklődés. Ha megkérdezem a pajzsmirigy betegségben szenvedő beteget, hogy a családban előfordult-e pajzsmirigy betegség, cukorbetegség, akkor az esetek nagy részében ez egyértelmű, pozitív a válasz. Előfordult az, hogy azt mondja, hogy nem. Aztán legközelebb, mikor jött, azt mondja, utána kérdeztem, és mégiscsak volt, akit megoperáltak, volt, akinek ilyen-olyan gyulladása, vagy egyéb betegsége volt, és kezelést kapott. Tehát, ha valakinek örökletes háttere van, tehát magyarul pajzsmirigy betegsége van a családban, akkor erre mindig gondolni kell, és ilyenkor meg kell vizsgálni. Még egyszer mondom, nem a laboratóriumi vizsgálat az első, nem is az ultrahang. Miért merem ezt mondani? Azért, mert ezt az utat bejárom. A beteget meghallgatni, megtapintani a pajzsmirigyet, megnézni a többi szervet, például a körmére is kell nézni. Azon kívül, hogy milyen a szív működése, azt is tudni kell. Látni kell, hogy a haja vagy a szemöldöke kihullott-e. Ezután következhet, hogy megnézem az ultrahanggal saját magam, és utána jönnek a laboratóriumi vizsgálatok, és nem fordítva, mert akkor tudunk csak megfelelő módon előre jutni. Ilyenkor, amikor még a pajzsmirigy gyulladás van, és ilyenkor szoktak az antitestekről beszélni, és azért vagyok kénytelen erre kitérni, mert ugyan nem immunológus szakorvosokat képezünk most, de már a laboratóriumi tesztek során látják a betegek, sőt, megjelennek azzal, hogy nekem van egy antiTPO. És hát ugye nem kell neki tudnia, ez egy enzimelni antitest, ami jellemző a pajzsmirigy gyulladásra. Miért fontos ez? Azért, mert ha valakinek a családjában előfordul a pajzsmirigy betegség, és az antiTPO pozitív, akkor nagy az esélye annak, hogy kialakuljon a pajzsmirigy csökken működése. Ugyanez vonatkozik a szülések után, hogy amikor ráadásul még jóddal is bekenik a terheseket, vagy a szülőnőket szintén, akkor még nagyobb az esélye annak, hogy ez az autoimmun pajzsmirigy betegség kialakuljon, amire ami gyakran nem kerül felismerésre. Miért? Mert szerencsétlen kismama el van foglalva, kimerült, minden baja van. Azt mondják rá, hogy depressziós, hogy szalad a szíve, biztos a szívével van baj. Holott nem ez a baj, hanem az a baj, hogy a szülés után 2-3 hónappal kialakul a gyulladás. A gyulladás eredményeképpen nagyon sok hormon kerül ki a keringésbe, ezért szívpanaszok jelentkeznek, álmatlanság jelentkezik. Ezután később elmúlik, és utána ez csökken. Összefügg jódhiánnyal is az első 3 hónap? Általában a jódnak a szerepéről azért visszatérek majd. Igen, a jóddal az, hogy inkább a jód váltja ki, ha túl sok jód jut be. Kevesen tudják azt, hogy a betadin, és még nem akarok más készítményt mondani kardiológiában is, nagy mennyiségű szervetlen jódot tartalmaz, ami ugyan szükséges a pajzsmirigy működéshez, de a túl nagy mennyiségű jóddal, főként akinek a családjában ilyen betegség fordul elő, ki lehet váltani a pajzsmirigy betegséget. És itt vissza kell térnem arra a kérdésre, amit felvetettél, 2 dolog. Egyik a szelén. Valóban a szelén hiány világjelenség, hogy ilyen fennáll. Legelőször Kínában vették észre. Kiderült, hogy a szívbetegségek hátterében Kesán tartományban, így is hívják ezt a betegséget, szelén hiány van. Most már a múlt évben a Pekingben tartották a szelén világkongresszust, és egyértelmű volt, hogy a táptalaj már nem csupán Magyarországon, Nyugat-Európában is szelén hiányos, ezért pótolni kellene. Tehát a szelénnek a szerepe rendkívül fontos. A jód az egy kétarcú dolog. Régebben, még 100 évvel ezelőtt ilyen képek is, ezt is hoztam be, most nem lehet bevetíteni, hogy a jód hiányában alakul ki a gajva, ezt úgy mindenki tudja, hatalmas strúmákkal, és hát az ezzel járó szellemi leépüléssel. Ezt szerencsére a múlt század elején elkezdett, és a század közepén is folytatott jódozással sikerült megszüntetni. Igen, ám csak az a baj, hogy néha a jó akarat az nem elegendő, sőt a jó tett sem volt mindig elegendő. Kiderült az, hogy a világ egyik részén, Tanzániában, ahol a jódozást bevezették, ott valóban eltűnt a golyva, csak megjelent az autoimmun pajzsmirigy betegség, és a csökkent pajzsmirigy működés, a hipotireózis, hogy így nevén nevezzem. Tehát a jód az valóban szükséges, csak a szervetlen jóddal csínyán kell bánni, amikor az illető terhes és terhesvédő vitamint szed. Ha nincsen pajzsmirigy betegsége, nyugodtan szedheti, de ha a családban van, akkor annak az esélye fennáll, hogy kialakul az autoimmun gyulladás, vetélés alakul ki, meddővé válhat. Hát nagyon sok ilyen esetről tudok beszámolni, ahol az illető hölgy az nagy mélységű, jó, szervetlen jódot tartalmazó készítményt kapott, és többszörösen elvetélt. Hát azt hiszem, hogy erről még kb. 2 órán keresztül beszélhetnénk. Egy nagyon fontos kérdésre kérnék tőled választ, mert kedves nézőket, azt hiszem nagyon érdekelné. A pajzsmirigy és a emlőrák és a prosztataráknak, erről beszélgettünk, a ok-okozati összefüggését, hogy látod és hogy látja most az up-to-date tudomány. Erre 2 válaszom van. Az egyik az, ami egyértelmű megfigyelés, direkt nem statisztikai adatot mondok, megfigyelést. A statisztika alátámasztja azt, hogy az emlőrák és a pajzsmirigyrák között közvetlen kapcsolat van. Férfiaknál ezt nehezebb bizonyítani, mert a pajzsmirigy betegség a férfiaknál lényegesen ritkább, és hát ennek megfelelően a bizonyítás jóval nehezebb. Az viszont elég gyakori, hogy az emlőrák a pajzsmirigyrákkal vagy daganattal, nem biztos, hogy mindjárt első alkalommal rossz indulatú pajzsmirigy daganattal társul. Annak, hogy ez a megfigyelés, ezért én mindig csak azt tudom mondani a betegeknek, hogy akinek pajzsmirigy betegsége van, feltétlenül menjen el emlőszűrésre, végezze az önszűrést, és menjen el a megfelelő szűrésre. Függetlenül attól, hogy ezt egyébként is tanácsolni szokták, csak ilyenkor nagyobb odafigyelést igényel. Ennek a hátterében a molekuláris mechanizmusok is ismertek. Értelemszerűen itt molekuláris genetikai analízisben nem kívánok bele menni. A lényeg az, hogy az emlőmirigy és a pajzsmirigy között nagyon közös olyan komponens van, ez úgynevezett nisnek nevezett komponens, ami felelős azért, hogy az anyatejbe is bekerüljön a megfelelő mennyiségű jód, tehát a újszülött megkapja, és a magzat is megkapja a megfelelő mennyiségű jódot. Tehát ez a kapcsolat a pajzsmirigy és az emlő között, most ennek a génnek az elváltozása, szakszóval mutációja okozhatja a daganatokat és a gyakori együttes előfordulást. Én a leggyakrabban hozzám azzal jönnek, hogy valaki talált egy göböt a pajzsmirigybe, természetesen ugye akkor rögtön hozzád küldöm, mik a te benyomásaid, kérlek szépen, hogy ez a göb tulajdonképpen mit jelentett a beteg számára, mikor még semmilyen más tünet nincsen. De lehet, amire te már most rámutattál, lehet, hogy emlőrákja van, lehet, hogy prostatarákja van. Mindenekelőtt azt kell mondanom, hogy nagyon sok pajzsmirigy göbös megbetegedés van, amit talán nem vesznek észre. Napjainkban azért erre fény derül, annál is inkább, mert nagyon sok ultrahangvizsgálatot végeznek. Nem egyszer az érvizsgálat során derül fény arra, hogy göbös megbetegedés van, És ezt azért kezdem el mondani úgy, hogy ezeknek nem mindegyike rossz indulatú. Tehát szeretnék mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy nem kell azonnal megijedni, de komolyan kell venni. Tehát a legelső dolog az, ugye meg kell nézni, és ha pajzsmi igő van, akkor annak az okát kideríteni, van-e mellette gyulladás, vagy nincs. Hiszen a teendők is eltérőek. Én hoztam ilyen ábrát, de hát az most ide nem kerülhet be, hogy az első lépés ugye az, hogy megtapintani, azon kívül ultrahangra kell izotópvizsgálatot elvégezni, az izotópvizsgálat a hideggömb, és utána a biopsziát is elvégezni, és akkor kiderül, hogy az rossz indulatú folyamat-e, vagy pedig nem, kell operálni, vagy nem. Milyen tisztelt hölgyeim, uraim! Professzor Balázs Csaba, Markusovszky emlékérem kitüntetettje a vendégünk, és most azt hiszem, hogy egy nagyon nagy örömhírt mondhatok önöknek, ugyanis ő a pajzsmirigy kutatás területén elért kiváló eredményeit rögtön áttette arra a problémára, amire még 2,5 percünk van. Drága barátom, mondjad el, hogy hogy a meddőség vetés ugye az szintén pajzsmiriggyel függ össze, és hány babát, én azt hallottam, hogy kb. 200 babátok van, olyan asszonyoknál hozta ezt a csodát létre professzor Balázs Csaba, akiket föladtak, akik nem tudtak gyereket kapni. Köszönöm a kérdést, és ez valóban így van, ez örömteli. Hozzá kell azonban tenni, hogy azért nem minden meddőség és nem minden vetélés vezethető erre vissza. Általában ezek 20%-ában mutatható ki az, hogy autoimmun folyamat, pajzsmirigy betegség van a háttérben. Nagyon fontos az, hogy önmagába véve az úgynevezett TSH nem perdöntő, mert lehet, hogy ez a bizonyos TSH, amit meghatároznak, minden egyes meddőségi központban normál tartományban van, de ha gyulladás van, tehát az előbb említett antiTPO, akkor igenis fennáll annak a veszélye, hogy a babát elveszítheti, ezért kell ilyenkor a megfelelő kezelést elindítani, és akkor megvan a remény arra, hogy egészséges újszülött jöjjön a világra. És én láttam ezen a Markusovszky emlékülésen, a milyen tisztelt professzor úr bemutatta, a babáink. 200 gyönyörű baba. Igen, hát ennek külön örülök, mert látni azt a szemükben a babákat, az édesanyáknak, akik hozzák a képeket, és már ilyen kicsit dicsőségtáblának tűnő dolog. Tehát azért nem felejtem el azt az ifjú mamát, akinek 15-ször volt vetélése, és hát nem jöttek rá, hogy mitől. Ez a múlt év szeptemberében kiderült, és most ezért márciusában már meg is született a baba. Tehát mondom, hogy ahogy is előbb utaltál rá, ez nem egy egyedi eset, hanem szerencsére sokan vannak, és ez azért döntő fontosságú, mert azért, és itt csak hazai példát mondjam, a meddőség egyik népegészségügyi probléma. Én csak azt mondhatom befejező, hogy Isten áldja a művészeted, a munkásságodat és téged. Milyen tisztelt hölgyeim, uraim, professzor Balázs Csaba, Markusovszky emléken kitüntetjére beszélgettünk a pajzsmirigy és autoimmun problémákról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önöknek mint mindig jó egészséget és bölcsességet kívánok. Viszontlátásra, viszonthallásra, szerdán a Pulszusba.